2012. december 24-e van, plusz 2 fok és borult idő. Az az igazság, hogy egész december ilyen volt. Borult. Nem sütött ránk a nap egy percet sem. Azt hiszem talán 7-én és 13-án volt egy pici esély arra, hogy süssön a nap, de kritikus pillanatban pont délben mindig elfette valami kis felhő a napot, hát ennek következményei látszanak. A rendszer az le van hűlve körülbelül 5 fokra, de a paradicsom, illetve a melegérzékeny paprikák még mindig valahogy mennek ennek ellenére, és ennek az az oka, hogy van egy luk az üvegházon. Ott, ahol tavaly is kinyílt az üvegház, ott idén is kinyílt, illetve nem is tapasztottam vissza a lukat. Ennek a pozitív hatása az, hogy nincs bent pára. Nincs az a pára, ami tavaly levitte a paradicsomot meg a paprikát. Ez egy másik fajta paprika, ő megfázott. Ő látszik is. De ha ide nézünk, itt az látszik, hogy ezek a paprikák itt a hordónál jól vannak. Szóval nincs akkora páratartalom, ami volt tavaly, viszont sokkal hidegebb van. A padlizsánokat le kellene már szedni. Ők, nekik vége van. Kidolgozták, amit kellett. Viszont az apró zöldségek azok működnek. A luknak a negatív hatása az, hogy sokkal jobban hűl a rendszer. Ennek az eredménye az, hogy most 5 fok van bent. Úgyhogy nagyon nehéz január elé nézünk, bár statisztikailag azért most már jönnie kellene a napsütésnek. Az előbb betettem meg a halacskákat, remélem azért fel fognak jönni, hogy láthatóak lesznek. Ők egyedül, akik jól érzik magukat, gondtalanok, tisztrányék ebben az 5 fokos vízben is igencsak jó leszik. Ilyenkor a vacik és a növények a gyenge oldal. Hát így állunk. Ez is egy érdekes év, ez is egy érdekes tapasztalat. Tavaly, ha azt lehet mondani, hogy volt tavaly is napmentes idő, de nem ennyi. Hát most ilyen van. Boldog karácsonyt és boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek. Tartsatok velünk jövőre is. Sziasztok!